Szorgosan gyomláltak a fiatalok, nem a kiskertben, hanem a tanteremben. A grammatikai feladatokat fésülték át az országos magyar nyelvi versenyen. Különböző összeállítású feladatokat oldogatunk, és visszanézzük, hogy az utóbbi években körülbelül milyen feladatok voltak. Az iskolában a nyelvfejességgel és a stílussal is ugyanolyan gondosan kellene foglalkozni, mint az irodalommal. Nem sikerült elérnünk, hogy legyen szóbeli része is a versenynek, pedig az szintén nagyon érdekes lett volna, tehát amikor élőben valójában számot adnak a nyelvkészségükről, beszédkészségükről a diákok. A Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium számára megtiszteltetés, hogy otthont adhatott a verseny köztársasági fordulójának. A mezőny az mindig erős, tehát hát ez most évről évre változik, tehát van, amikor sikerül kitűnni jobban, van, amikor azért, tehát helyezést azért mindig elérünk, tehát ez biztos. Az eddigiekhez hasonlóan, aki a legtöbb pontot kapta, az lett az ország legjobbja a középiskolások között.